Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek! Most ismét találkozunk, és Isten igéjével foglalkozunk. Remélem, hogy szeretitek a Bibliát, vagy érdekel benneteket, ami a Bibliában van. Amiről ma szó lesz, egy példázat, Jézus Krisztusnak egy példázata, amit a tanítványainak mondott a megbocsátásról. Ez egy érdekes téma és szívhez szóló dolog, a megbocsátásról beszélni, gondolkodni, és nagyon nagy dolog az, amikor szeretetből tudunk megbocsátani másoknak. Jézus egy ilyen csodás példázatot mondott a megbocsátásról. Tudjátok, volt egyszer egy király, nagy, szép, ragyogó koronája volt, és a kezében egy királyi pálca, és büszkén ült a trónján, nézett jobbra, aztán nézett balra, nézett fölfele, nézett lefelé, megigazította a bajuszát jobbról, balról. A szolgák ott körülötte voltak, és hát ő nagy bőségben élt, az asztalon mindig volt körte, alma, dinnye, datolja, füge, minden, amit elképzelhetünk, és sok embere volt, sok szolgát tartott. Volt olyan szolga, aki egy pálmával legyezett a feje fölött, amikor nagy volt a meleg. Mások megmosták a lábát, és az ennivalót is, meg a finom borocskát is oda készítették neki, öntötték. Volt neki egy ilyen arany serlege, és abból iszogatott, utána megtörölte a bajuszát, persze. Nos, hát ez nem egy rossz király volt, jó szíve volt ennek a királynak, majd megtudjátok, ha elmondom a történetet. Tehát sok-sok szolgája volt, fiatal szolgák, idősebb szolgák, öreg szolgák, lányok, fiúk, és voltak neki katonájai, őrök, aki az ajtóba és mellette vigyáztak, hogy nehogy valaki megtámadja a királyt. És némelyik szolga már nagyon bizalmas kapcsolatban volt a királlyal, és mert tőle kölcsön kérni pénzt. Oda ment a királyhoz. Király apukám, ó, de szép a szakállad. Tudnál nekem kölcsön adni? Tudnál nekem kölcsön adni egy kis lóvét, egy kis pénzt? És hát így nagyon sokan kölcsön is kértek tőle. Hát aztán a király egy napon elővett egy papírtekercset, így kinyitotta a papírtekercset, erre voltak felírva az adósok nevei. Olvasta Kis Pista, Nagy Pista, Fehér Pista, Zöld Pista, meg Kis Sándor, Nagy Sándor, Kis Feri, minden neveket. Hát ez ennyivel tartozik. És az egyik szolga, képzeljétek el, az egyik szolga nagyon sok pénzzel tartozott. A király megdöbbenve olvasta, odaszólt az egyik emberének, hallod-e, hé, hozz csak elő nekem, van itt egy adós szolga. Kis Pistának hívják, vezényel csak ide hozzám. Majd én elbeszélgetek vele, mert már sok kölcsönt vett föl tőlem. Hát el is ment
Kispistához két őr. Ilyen jó, kemény emberek voltak. Az egyik kezében egy ilyen nagy dárda volt, és nagyon büszkén járt, és díszlépésbe ment a király körül, és elmentek a lakására, éppen ivott egy pohár sört, na gyere csak, te szolga, gyere csak, a király hívat. Mi lehet, miért hívat a király? És a király elé cipelték, na, és odaállították. És a király mérgesen ránézett, és azt mondta neki, kis Pista, hallod? Add meg a tartozásodat, hé, szolga, add meg. Mi lett a sok pénzzel, amit kölcsönkértél tőlem? Ha nem adod meg a tartozásodat, rabszolgává teszlek, feleségeddel, gyerekeiddel együtt, és mindent elveszek. A lovadat, a csikódat, a tehenedet, a pulykádat, a libádat, mindent, amit van. És tudjátok, gyerekek, a rémhírt, a szolgának nem volt egy fityingje se. Mindent elköltött. Mit gondoltok, mire? Csukira. Aztán vett rajta magának okos telefont, meg ezt, meg azt, meg divatos cipőt, ruhát, mindent. Úgyhogy a sok pénzt, amit a királytól kölcsönkért, azt mind elszórta. És hát csóró volt. Nem tudott ilyen felszólításnak eleget tenni. És ekkor ez a szolga, amikor a király azt mondta, hogy add vissza a tartozásodat, add meg a pénzt, amit kölcsönkértél. A szolga így behúzta a nyakát. Megijedt. Nagyon megijedt. És sír, aztán egyre erősebben sírva könyörgött, odaborult a király elé. Azt mondta, hogy uram király, bocsáss meg, adjál nekem időt, míg megszerzem a pénzt, adjál nekem időt. De tudjátok, gyerekek, hát ez a szolga olyan sokkal tartozott a királynak, hogy a halála órájáig sem tudta volna a pénzt előteremteni. Nagy bajba volt. Hát nem tudom, ti voltatok-e már nagy bajba, de hát ez a szolga nagyon nagy bajba volt. Üres volt a zsebe. Üres volt otthon minden, minden elfogyott. Már az asszony nem tudott főzni. A gyerekek is éhesek voltak. Hát ez a szolga mindent elköltött, és nem tudta visszaadni a tartozást. Ha, mi lesz ebből, gyerekek? Mit gondoltok? Mit fog a király csinálni ezzel az emberrel? Elárulom nektek előre azt is, hogy a királynak jó szíve volt, és megsajnálta a szolgát. Látta, hogy ott leborult előtte, hogy patakba hulltak a könnyei, hogy mennyire sajnálatra méltó volt, és ez a jó szívű király megsajnálta az adószolgát. És képzeljétek el, szeretetből elengedte neki a tartozását. Mindet? Ha, mindet! Az utolsó fillérig. Mindet elengedte neki. Micsoda szíve volt ennek a királynak. Ez a szolga rengeteg pénzt elkért tőle, és nem tudta visszaadni. De a király szeretetből
elengedte neki a tartozást. Hát aztán a szolga nagyon boldog volt. Kijött a királyi szobából, és jött le a lépcsőn, fütyörészet, dalolgatott. Örült, csapkodott örömébe a levegőbe, ide nézett, oda nézett, mindenki csodálta, hogy mi van ebben az emberre, hogy ennyire boldog. Hát az összes tartozását elengedték neki. És megmenekült a börtönből, nem vették el tőle a gyerekeit, nem vették el tőle a feleségeit, és nem tették rabszolgává, mert a király jó szívű volt. A király ilyen jó szívű csak az Isten lehet, ugye? És mi történt? Hát ő fütyörészve ment az utcán, zsebre dugott kézzel, nagy, elegánsan és boldogan, és ahogy ment, távolról meglátott egy embert. Nézegette az egyik szemével, nézegette a másik szemével. Hát ez ismerős. Aha, én Kis Pista vagyok. Hát ő, jaj, látom már, aki ott távolba jön. Hát ez a Nagy Pista. A Nagy Pista. És jön velem szembe, még vigyorog is. Hát a múltkorában kölcsönkért tőlem egy fagyira való néhány forintot, de a büdös nem adta meg. Hát ez egy gazfickó, nem adta meg azt a néhány forintot, amit kölcsön adtam neki, pedig jó lett volna nekem cigarettára az a pénz. És ekkor egyre fokozódott benne a harag a Kis Pistába, és amikor egészen közel értek egymáshoz, akkor a Kis Pista ráugrott a Nagy Pistára. Megrázta a vállát Nagy Pistának, mert Nagy Pista kisebb volt, mint a Kis Pista valamivel. Megrázta a vállát, aztán a torkának ugrott hörte. Te kölcsönkértél tőlem egy kis lóvét, és hát van képed itt az utcán vigyorogni, és nem adod meg, mert beléd rúgok, te rongyos hapsi. Hát hogy gondolod te, hogy nem adod meg nekem azt a kis lóvét, amit a fagylaltra költöttél, hát tartozol vele. És hát ez a szolga, hát ilyen volt. És hogy ez a szolga, ugye szívtelen volt, gyerekek, ugye ti is úgy látjátok, hogy ez a szolga, akinek a király minden adósságát elengedett, hogy ez szívtelen volt, hogy egy fagyi áráj miatt folytogatta a másikat, mert hát nem adta vissza a kölcsön kapott pénzt. A király jó volt a szívtelen szolgához, de ő nem volt jó a szegény szolgatársához. Kedves barátom, Isten jó hozzád is, de te jó vagy-e az emberekhez? Jó vagy-e a szüleidhez? Jó vagy az iskolatársaidhoz? Jó vagy-e, ha buszon utazol, átadod-e a helyedet a nénnek vagy a bácsinak? Jó vagy-e? Milyen gyerek vagy te? És hát
mi történt ezután? Ezután az történt, hogy sokan látták ezt a jelenetet, mikor a szolga, a kegyetlen szívű szolga, a szívtelen szolga folytogatta szegény társát. Sokan látták, és valaki elfutott a királyhoz, és jelentette a királynak, ó, uram, király, az a szolga, akinek te minden tartozását elengedtél, itt üti, rúgja, vágja, a haját húzza, az arcába üt a szolgatársának, aki neki csak egy fagylalt árával tartozott. És amikor a király ezt hallotta, a jószívű király, amikor hallotta, haragra lobbant, és üzent a szolgáival, elküldte a hóhírait, hogy menjetek el, keressétek csak meg ezt a szolgát. Hát ez egy szívtelen ember, hogy a másiknak nem tudta elengedni a tartozását, nem tudott megbocsátani neki. Én megbocsátottam neki az összes bűneit, és ő nem tudta másoknak megbocsátani. Nem engedte el a tartozást. Gyertek csak, hóhérok, mondta nekik. Fogjátok csak meg ezt az embert, hozzátok el ide hozzám. És oda vonszolták végül a szívtelen szolgát a király elé. És a király nagyon dühösen nézett rá. Mit csináltál, te kis Pista? Hát én mindent elengedtem neked, minden tartozást. Hogy ne szenvedj, hogy boldog légy. És te azt a kis csóró szolgatársadat így megverted, arcába ütöttél, leköpted, megrugdostad, folytogattad. Ilyen szívtelen vagy. Te nem tudsz megbocsátani másoknak. Hát akkor a börtönbe vetlek, és az utolsó fillérig ki fogod fizetni a tartozásodat. A mennyei atya, Isten is úgy tesz veletek, mondta Jézus, ha nem tudtok másoknak megbocsátani. Pontosan Isten is azt teszi veled, ha nem tudsz megbocsátani másoknak, mint ez a jószívű király a szolgájával, akinek mindent elengedett. Te mit szoktál csinálni, ha megütnek, ha meglöknek? Visszaadod, te is megütöd és meglököd a másikat? Mit csinálsz akkor, ha sértegetnek? Te is sértegeted, gúnyolodsz, kinyújtod a nyelved, mutogatsz neki. Te nem tudsz megbocsátani senkinek? Senki tartozását nem tudod elengedni? Jézust is bántották, de ő meg tudott bocsátani. Hát ez a szeretet. Igen, ez a szeretet.